Ez egy hosszú videó lesz. Ahogy az út is az volt, a 10 000 feliratkozóig. De elértem, annyira durva kimondani, tényleg beleborzongok még mindig, pedig tudom, nagyon kicsi szám, főleg YouTube standardbe, de ami nekem 10 000, az nektek több mint 500 000 forint értékű ajándék, kvázi, hogyha már ezt így karácsony körül értem el, gondoltam, hogy így meghálálom azt, hogy már ennyien vagyunk itt a csatornán, rengeteg ajándékot hoztam, és mindegyiket annak szeretném odaadni, aki a legtöbbet tudja abból kihozni. Egy pillanat múlva elmondanom, hogy hogyan lehet tied az az adott ajándék, meg mit is kell csinálni. De hadd meséljem el azt, hogy 2017. május 17-én raktam ki a videót, az első vlogomat YouTube-ra, és gondoltam, ezt fel is írtam oda az About részbe, és amikor elértem rá egy olyan 8 hónappal, pedig azt hittem, hogy pár hét, pár hónap alatt majd már 1000-en leszünk, év végére pedig 10 000-en, hát 8 hónap volt elérni az 1000-et, úgy gondoltam, hogy jó, akkor már még 8 hónap és 10 000 lesz, hát ez lett 4,5 hónap, és ebben a videóban visszaemlékezéseket fogok csinálni egy ilyen időkapszulával, ugyanis a 4,5 év alatt időről időre bejelentkeztem, felvettem, hogy éppen hanyadika van, hány feliratkozó tartok, és mi történik, és most ezt egy ilyen retrospektív fogom neked bemutatni, mégpedig úgy, hogy közben mindig egy-egy nyereményt bemutatok. Úgyhogy az a rossz hírem van, hogy ezt a nagyon hosszú videót végig kell nézned, mert úgy tudod meg, hogy milyen nyeremények vannak. Néhányat látsz is itt, vannak fotós dolgok, kajás dolgok, élmények, könyv, képzések, nagyon király. Ahhoz, hogy valamelyiket is ajándékba megkapd, a következő dolgokat kell megtenned. Legyél feliratkozva a csatornámra csengővel, ezt a videót nézd végig, és a videó után kommentben írd le, hogy melyik ajándék érdekel a legjobban, és miért az az ajándék érdekel, de arra is mindenféleképpen térj le, vagy térd ki, hogy miért te vagy a legjobb személy arra, hogy azt az ajándékot megkapd, hogy használnád ki, és miért jönne nagyon jól az életedbe. Ha valamilyen márkát választasz, például itt van az Aperture, a Shure, vagy lesz például jó tízelek a Jamie's Diner-nél, vacsora a My Little Melbourne-nél, kávéskupon, azt az adott márkát ugyanúgy Instagramon vagy Facebookon be kell követned. Ennyi a feladatod, és hogyha még kérhetek egy dolgot, ezt a videót oszd meg, lájkold be, és a videó végén lesznek majd ajánlott videók, és ha arra is rákattintasz, az óriási segítség lesz nekem, és amúgy látom is az analitikából, hogy ezt hányan tettétek meg, és aki ezt megteszi, az még növelheti az esélyét, de tényleg az lesz a célom ezzel a videóval, hogy igazából az a célom, hogy köszönetet mondjak neked, nektek, hogy itt vagytok, és elérhettem ezt, és tehát soha nem volt annyi kedvem ezt csinálni, mint eddig, és hálám jeléül be fogok mutatni mindig egy-egy ajándékot, amit megkaphatsz, úgy, hogy közben a 4,5 évből folyamatosan bejelentkezek. Kezdjük az elsővel, ami 2017 novemberéből van. Hát egyre jobban megyek bele a villámkérdésekbe, ami nagyon izgalmas. Most leadeket kell gyűjteni, ugye az én szakmámban ez azt jelenti, hogy leadeket gyűjtünk, de az interjú alanyokat, úgyhogy innen. Meglátjuk, milyen sikerrátával lesz az, hogy megkeresem őket Facebookon és írok nekik. Hát igen, az egyik legnehezebb dolog a villámkérdéseknél az volt számomra, hogy hogy érem el az embereket, és hogy veszem rá, hogy egy kis, szar induló csatornába csatlakozzanak, és interjút adjanak. Volt, hogy csak ráírtam valakire socialbe, volt, hogy partnereken keresztül, vagy ha láttam valahol, oda mentem, például Berki Krisztiánhoz egy buliba mentem oda, és belement, és hát így alakult. Bár egy ideje már ugye nem csináltam villámkérdéseket, az ugye egy ilyen beszélgetős formula, amiben megkérdezem azokat, akiket én elismerek, vagy sikeresnek tartok, esetleg ismertek, hogy váltak azzá akik, viszont 2022-ben van egy elég jó ötletem folytatásra. Most pedig vegyük az első ajándékot, amit a Shure ajánlott fel, ez az MV7,
Imádom ezt a mikrofont, az SM7B-nek a kis testvére, és ezt mind XLR-rel, mind pedig USB-vel lehet a számítógépbe csatlakoztatni, és egy nagyon jó öblös, ilyen rádiós, úgynevezett broadcaster hatást tudsz elérni. Ha valamiért ezt a mikrofont használnád ki nagyon, írd meg kérlek kommentbe. Nézzük a következő klippet, ugorjunk pár hónapot. November 30 van mindjárt, december, és csak be is ütött a tél. Sapkába kell lennem, pedig nem szeretek. És még az is történt emellett ma, hogy 246-ról 251-re felmentek a követőim, és kommentelnek emberek. Ez nyilván kettő dolognak az ugrások, hogyha belegondolunk, hogy egy héttel ezelőtt még csak olyan 160 feliratkozom volt, az első kollaborációnak köszönhető, valamint a nagyon érdekes az, hogy a Ránási Pállal készített villáminterjúm, az elején egyáltalán nem pörgött, és kb. Egy 5 dollárt elköltöttem rá, és a 40-es nézettségből felment egy olyan 4-500-ra, és most már 2000 fölött van. És ez már csak organikus, mert úgy feldobta az embereket, megtalálták, hogy elkezdtek menni rá. Ugye ő most nagyon aktívan vlogol a családjával, és biztos ez az algoritmushoz ez kellett. És vegyesek nem az érzések. Vétek alaphibákat, például elfelejtettem kiköpni a rágómat, és ezt többen is megjegyezték, amelyek nagyon köszönök, hogy szólnak erről, és teljesen igazuk is van. Mellette meg, hogy az az érzés van bennem az egésszel kapcsolatban, hogy látok más csatornákat felfutni, akár több tízezresre, vagy hogy vannak ott. Hogy indultak el? Mi az a tipping point? Meddig tarthat ez? Meddig csinálom? Nyilván egy évet minimum adtam magamnak, de itt van benne a másik, hogy pár év múlva úgy fogok visszatekinteni, hogy igen, én voltam az első fecske, aki mondjuk egy ilyen stílusban elindult, vagy úgy, hogy lehet, hogy az első fecske voltam, de nem értem célba. Ugye ez a jövő zenéje, és egy óriási ilyen, így mutatom kamerával, hullámvasút az egész, hogy érzelmileg átélni az, hogy örülök annak, hogyha már organikusan 100 felett van a nézettségem, aztán pedig hogyha egy kis búszolás után mondjuk most már az 1000-es nézettség fölé szeretek érni, közben látok akár magyar, külföldieket, meg egyértelmű, hogy pár perc után már sok 10000-es nézettségük van. Ez egy vágy, ami van bennem, és szeretnék odaérni. Úgy érzem, hogy a kulcs az egyértelműen a kollaborációban van benne, szakemberként, marketing szakemberként tök jó látni, hogy tényleg a product placement, ami autentikus és meccsel, az, ami bejön. Úgyhogy ez az, amire szeretnék is fókuszálni, és nagyon jó, mert őszinte emberi kapcsolatokat is lehet építeni. De a már kapcsolatépítés az egyik legnehezebb dolog ebben, hogy miként, mi az, ami nem pushy, ne legyek needy, ugye a neediness az a görcsösség, a legrosszabb, amit egy ember tehet. Ezekre nagyon oda kell figyelni, hogy hogy csinálja az ember. És van olyan, akivel jól alakul a kapcsolatunk, csinálunk közösen projektet, és amikor feldobom azt, hogy oké, kollaboráljunk, csináljunk, hogy egyszerűen eltűnik. Miért? Mert így akar visszautasítani, vagy pont nincs ideje? Hányszor illik pingelni, utánkövetni, megkérdezni? Baromi nehéz ezt érzelmileg lekövetni. Hát most ilyen gondolatok voltak. Kapcsolatépítés, kollaboráció. Szerintem az előbbi alapból is nagyon fontos az életben, és hát a kollaborációt láthattuk akár nemzetközi példában, Casey Neistat, ahogy Dan Mast felemelte, ahogy Peter McKinnon felemelte, Meti Hapoyát, amúgy ha őket nem követitek, nagyon elmondom, hogy kövessétek. És valahogy nekem ez itthon nem jön össze. Csatlakoztam MCN-ekbe, megismertem néhány youtuber, de nem, valamiért nem tudtam egy konstans olyan kapcsolatot kialakítani, pedig én úgy érzem, hogy igyekszem értéket adni, személyesen kerestem meg az embereket, kommentelek mégig, nézem a videókat, autentikus lehetne, de ez az áttörés valamiért hiányzik. Ez van, de meglátjuk, hogy hogyan tovább, és amúgy egy pillanatig sem sajnáltatom magam, vagy
ilyesmi. Nézzük a következő ajándékot, megint egy mikrofonról van szó, ez egy teljesen más dolog, a Sennheiser felajánlásával, az MKE 200-as, ez egy olyan kis mikrofon, amit ahogy így a képen látható, rá lehet rakni akár a DSLR-edre, milcedre, fényképezőgépre, de összekötheted amúgy ezt is a kompjútereddel, okostelefonoddal, és ez a belépő kategória is egy nagyon jó hangot tud vinni, hogyha úgy tetszik, ez on the go lehet használni. Hogyha ez érdekel, és ezt kihasználnád, tudd mi a dolgod. Komment, miért ez, és miért neked ez a legjobb, és persze bekövetni Sennheisert is, engem is, Csengővel. Nézzük a következő klippet. December 4-e van, és most regisztráltam be egy Instagram supportgroupba, ami nagyon érdekes. Ebben fogom letesztelni, és alkalmaztam amúgy Gary V-nek az 1 dollár 80 stratégiáját. Most tartok 249 követőnél, megnézzük, hogy egy hónap alatt hova tudok jutni. December 10-e van, ez egy lassú nap volt, egy vasárnapi napom, hogy ilyen 310 körül vannak a feliratkozóim, és nem tudom, ma úgy valahogy mindent ilyen negatívan látok. Ma lett volna egy villám interjú felvétel, de így átkerült holnapra, és ez is van, hogy talán jobb is, mert jobb hangulatban leszek egy hétfők, azok mindig felpörgetnek, imádom, amikor elkezdhetek egy hetet. De az egyik meg várok néhány kollaborációs dologra, vagy megnézni, és kiderült, hogy feltehetőleg csak jövőre jön össze. És valahol titkom bennem van az, hogy szeretem volna, hogy mondjuk egy 1000-es feliratkozásra idén eljussak, de ez egyre messzebb van. Hát nem jött össze az 1000 abban az évben, sőt, még jó pár hónappal később, és a 10 000 is csak 4,5 év múlva. Igen, itt azt emelném ki, hogy vannak nagyon-nagyon mély pontok, amit nehéz átvészelni, amikor úgy minden összehullámozódik felett, azt sem tudom, hogy mondjam ki, tényleg erről nehéz beszélni, de szerintem a sikeres embereket, bármit is nevezünk sikernek, az különbözteti meg a többitől, hogy nem akkor, amikor megy, akkor rá tud menni a hullámra, hanem amikor minden szar, akkor is akkor is valahonnan erőt merít és folytatja. Az Instagramról azt is 2-3 évig csináltam, 22 000 feliratkozóig jutottam a legjobb szakaszában, 1000-es lájkokat kaptam. Nem nagyon posztolok már. Nem látom értelmét ennek a TikTokos világnak, nagyon minimális az, amíg egy figyelmet meg lehet tartani, vagy nagyon különleges és magas minőségű tartalmat kell rágyaltani, gyártani, vagy pedig ugyanannyi, mint egy tucat, semmi értelme. Úgyhogy azt abba hagytam, és inkább az ilyen formátumokra koncentrálok igazából, és most nézzük meg a következőt, hogyha már Instagram képek, fények. Ez az Aperture az egyik kedvenc márkámnak egy villanykörtéje, erről van is egy videóm, ide kattintva, látszik itt, ide kattintva meg lehet nézni. Ez olyan, mint egy villanykörte, de egy okos villanykörte, és nem csak úgy, mint egy Philips Hue, ami amúgy nagyon király, hanem ez nem fog flikkelni, tehát hogyha te videózol, és szeretnél a háttérbe RGB bármilyen színben egy fényt, ami biztosan úgy ad, úgy működik, és egy szép háttérvilágítás, akkor ez neked való. Nézzük a következő klippet. 403 feliratkozónál vagyok, igazából mondhatjuk azt, hogy az új évet 400-zal kezdtem, de most vagyok úgy, hogy feltöltsem a Puzsér Robertes interjút, és ő talán az első, aki nagyon együttműködő abban, hogy igen, ez az én termékem, de csináltunk kivonatot, amit hozzá feltöltünk, keresztbe linkeljük egymást, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, hogy ez hova jut. Na, hát január 4-e van, nagyjából egy nappal vagyunk az interjú feltöltése után. 10 000 megtekintés, mindjárt, pár tucat hiányzik, és lett 60-nal több feliratkozó, most 464-nél vagyok, szerintem el fogom érni az 500-at, ami azért csak egy milestone, az a kicsi minimum volt, amit amúgy 2017 végére vártam, amikor már láttam, hogy az 1000-et nem érek el, lehet, hogy hamar meg lesz, ez most egy jó érzés, és mint egy közösségi média szakértő, vagy stratéga, abban a kalapban meg jó érzés azt látni, hogy ez a stratégia, ez a közös megosztás és linkelés, kollaboráció működik.
Na igen, ez egy nagy trükk, és a Puzsér Robertes villámkérdésem volt az első nagy áttörés, hogy organikusan 10 000 fölé elért pillanatok alatt a videóm. Itt a nagy marketing hack az az volt, hogy ugye megvolt az egész interjú, és utána csináltam egy ilyen best of kivonatot, egy 1-2 perc körülit, amit Roberttel megbeszéltük, hogy azt ő, és nagyon fontos, hogy ugyanazon a platformon legyünk. Nem Instagram storyból megyünk át, nem Facebookra posztolja az a híresség, hanem ugyanúgy YouTube-ra, főleg, hogyha van egy nagy YouTube csatornára, mint a Puzsérnak, oda ezt a rövidet felrakja, és a végén legyen ott a end card, amiben át tud kattintani az enyémre, és ebből jött a nagyon sok nézettség, és ahogy hallottátok, elég sokan iratkoztak fel, és ez adott is egy ilyen boostot a csatornámnak. Most, amit szeretnék megmutatni, az a Meki, nem pont ez a mikrofon, mert még nem érkezett meg, de egy ilyesmi mikrofon. Hasonlít a Shure-hoz, mégis egy kicsit más, nem megyek bele, a Meki-ről is van egy tesztem, ide kattintva meg tudod nézni, hogyha szeretnéd, de a Meki is nagyon jó fej volt, hogy felajánlott egy mikrofont. Hogyha tetszik ez a design, szerintem nagyon cool, jó is a hangzása, be lehet állítani különböző felvételekre, tehát ha például többen beszélgetnétek, azt is meg lehet csinálni, simán csatlakoztathatjuk a számítógépünkhöz is. Ha érdekel, akkor tudod, követés, csengő, komment, menjünk a következő klipre. No, hát eltelt 2 nap a Puzsér Robertes interjú feltöltése óta, és hát bejött a gondolatom, ugye még 400 körül voltam pár napja, és most mindjárt 500 lesz, úgyhogy az a taktika, hogy valakivel kollaboráció, ez lehet ugye egy interjú is, és mondjuk megosztjuk a tartalmakat, hogy valami nála, valami nálam, és ez redirect, és nem csak az, hogy egy link van berakva, amit nem is említenek, hanem kardok vannak a videó alatt, illetve a legesleg végén az end screenen pedig ott van a csatornám és az én videóm, ez működik, hiszen érték van, azok jönnek át, csak a releváns klikkek, az emberek megnézik, nagyon jó a nézettségi ráta is, és természetesen akinek meg maga a műfaj tetszik, vagy más videóimat is megnéz, és ugyanúgy fel is iratkozik. Nagyjából kontrasztam arra, amit most így retrospektívvel mondtam, ott is már ezt tapasztaltam. Talán annyit érdemes elmondani, hogy kevés ilyen van, ahol ilyenre nyitottak, sajnos. Most egy másik Meki termékről lesz szó, de ezt nem tudom bemutatni, ez az MC150-es fejhallgató, hiszen ha már mikrofon, lehet, hogy sok esetben szeretnénk monitorozni a hangunkat, vagy ha mondjuk van egy Zoom callunk, online oktatás, bármi ilyesmi, akkor nagyon jó, hogyha egy jó minőségű stúdió fejhallgatónak nevezik ezt, egy olyat tudunk használni. Hogyha egy fejhallgatót szeretnél, ami jó az otthoni dolgokra, akkor mindenféleképpen erre kommentelj el. Ugorjunk még egyet. 2018. január 22-3 699 feliratkozó, és van most ez az új YouTube szabályzat, hogy február 20-áig, hogyha 1000 alatt vagy, akkor valamit elvesznek igazából. Nem is hiszem, hogy nagyon számít a csatornának, de most nagyon azon küzdök, hogy addig ez meglegyen. Február 9-e van, olyan 792 feliratkozón van most. Hát elég sok minden történt. Az egyik, hogy a YouTube Partner Management cégemmel felmondták, illetve ők felmondták a szerződést. És tényleg nem volt egy jó fit, hiszen én nagyon pici csatorna vagyok, de mégis rossz, amikor ugye valaki azt mondja, hogy már nem akar veled tovább dolgozni. Így sok más mindent meg kell oldanom, például tök jó fejek voltak, mert mindig kaptam tőlük mikrofont a villámkérdésekre, és most a következő villámkérdések a Détót Krisztával lesz 2 hét múlva, addig kell szereznem ugye mikrofont. De pont ugyanazon a napon meg egy nagyon jó fej youtuber, akit tökre tisztelek, hogy fiatal és alázatos és nagyon-nagyon tudatos, jó gondolkodású Csebét megkérdeztem, hogy csináljunk egy igazából, hogy van-e kedve szerepelni a videómba, tényleg így volt az IVS-nek köszönhetően lehetőségem, hogy a Millás reggelibe beszéljek, Valentin nap, kereskedelem statisztikák, valami poén adatok, és hogy gyűjtöttem össze az adatokat, így teljesen a Csebe figurája jutott eszembe, és elmondtam neki, leírtam Messengeren, és mondta, hogy csináljuk, és nektek jó volt felvenni, meg minden. És ez is pont ezt mutatja, hogy hiába ugye a kicsi számok, hogy hiába, hogy jönnek ilyen szarságok, a jóra kell fókuszálni, és jönnek azok, és menni, és menni, és menni előre csinálni. Most itt.
igen, ezt el kell ismernem, hogy vannak olyanok, tisztelt a kivételnek, akit nem az érdekel, hogy mekkora csatornád van, vagy ő mit tud szakítani abból, hogyha veled együttműködik, hanem csak az értéket keresi. Ő hogy tud értéket adni, te amit képviselsz, akkor is, ha egy más szinten, akkor is lehet valami jót alkotni, és Csebével amúgy ez a Valentin napi videónk, az nagyon király volt, ide kattintva meg tudod nézni, hogyha érdekel. Jó azért az ilyen tapasztalat, és látszott is, hogy visszanéztem, hogy akkor mennyire izgatott voltam. A következő ajándékot nem tudom megmutatni, ugyanis ez a My Little Melbourne, az egyik kedvenc specialty kávézómnak a felajánlása, egy 10 alkalmas kávé bérlet bármilyen kávéra, hogyha olyan nagy szerelmese vagy a kávézásnak, mint én, és esetleg még láttad is, ide kattintva megnézheted chat, mely nagyon király kávés, ilyen b-roll, creamy, óriási, nézd meg ide is egy picit berakom. Hát az is egy fantasztikus élmény volt idén, a ProBlends-el. A lényeg, hogyha a kávézást szereted, írd meg, hogy miért neked kéne a Melbourne-ös ajándékot kapnod. Eljött a február 20-a, amire a nagy YouTube változtatások vannak, hát most 857 feliratkozom van, ami azt jelenti, hogy 143-mal buktam el azt, hogy ne kelljen ezen az új monetizáción átmennem. Hát már nagyon rég azt hittem, hogy meg lesz az 1000 feliratkozó, nem lett meg, de ugyanúgy csapatom viszem tovább a dolgokat. Ezt a monetizációt el is felejtettem, hát rossz érzés volt, nem mintha annyit számítana. El kell árulnom ilyen mikroinfluencerként, kis youtuberként, hogy Magyarországon olyan alacsony a reklámköltés, ugye, amit látsz YouTube-on hirdetést a videó előtt vagy közben, hogy abból nyilván nincs értelme számolni bármilyen bevételt, max. Ilyen havi pár ezer forintról van szó. A következő ajándék, amit szeretnék mondani, ugyanúgy gasztrovonalon van, készült egy videóm, amit még nem tettem ki, hogy csak ide egy kis teaserként mutatom, hogy a Jamie's Dinernek csináltam egy pizzás bírolt, amit Daniel Schiffer inspirált, egy fantasztikus élmény volt ezt is megcsinálni, és tesztelni a skilleimet. Na, hát a Jamie's felajánlott egy kétfőre szóló vacsora kupont, úgyhogy ha szeretnél egy szeretteddel, pároddal, családdal elmenni, akkor írd meg, hogy miért lenne ez különleges számodra. Nézzük a következő videót. Mi is van ma? Azt tudom, hogy este van, és március 13-a van, holnap van 14-e, Katának a szülinapja. 957-nél vagyok. Igazából csak ennyi, és nézzük meg amúgy, hogy este milyen ez a felvétel. Ó, ez egy nagyon jó kis buli volt. Igazából szerintem több videót kellene így belinkelnem, úgyhogy minden a leírásban van, hogyha az érdekel. Ez egy koncertes videó volt, nagyon-nagyon király volt a Seven-nel. De beszéljünk a következő ajándékról, most élményekre megyünk át. Az Élmény Plázával 2022-ben lesz egy nagyon jó együttműködésem, és baromi jó fejek voltak, felajánlottak többféle élményt. Az első egy szabadesés szimulátor, ezt én nagyon régóta kiszerettem volna próbálni, de most sem én fogom, hanem hogyha téged érdekel, mint hogyha mondjuk én nagyon félek leugrani, mondjuk egy repülőből vagy helikopterből, egyszer biztos, hogy meg fogom csinálni, mert ugye a félelmeinkkel szembenézünk, de ez egy nagyon biztonságos próbálkozás. Ahogyha szeretnéd ezt, kommentbe írd meg, hogy miért te lennél erre a legjobb, akár mondjuk ami félelem leküzdése, vagy valakit meglepni, és ne felejtsd el az Élményplázát is bekövetni. Jöjjön a következő videó, ugorjunk egy kicsit az időben. 2018. március 18. Ez az a nap, amikor meglett az 1000. Csináltam erről egy külön videót, gondolatokat, itt megnézhetitek, de igazából baromi jó érzés, és köszönöm, de ugye amikor ezt látjátok, már még egy nullával több van, remélem. A
annyira durva volt, amikor az ezret elértem, látszik a vigyor, amikor felvettem, és akkor vettem meg a GH5-öt, ami egy nagy ugrás volt, és elhatározás, hogy komolyabban fogok vlogolni. Hát ahhoz képest most, hogy egy Sony A7S3-ról veszem fel ilyen fényel, ilyen mikrofonnal, mit tudtam én még akkor? És amit láttál itt, hát hiába értem el az ezret. Annyi troll és negatív kommentet kapok, de ez éltet, hiszen az algoritmusnak jó, mert kommentelnek, és nagyon sokszor ez nem rólad szól, a cyberbullying, vagy bárkinek a zaklatása, bántalmazása, egy óriási komoly téma, én nem foglalkozom ezzel a csatornámon, de komolyan érint, és sokszor szoktátok megkérdezni azt tőlem privátban, hogy bírom, amikor ilyen negatív kommentek jönnek. Ha te tudod, hogy milyen értéket képviselsz, és akár ezzel a videóval, vagy a videóimmal egy valakinek segítek, mint ahogy a könyvemmel is mindjárt beszélünk róla, akkor már megéri, és arra kell fókuszálni, hogy te magadban hogy látod az értéket, és hogy másoknak ez milyen segítség akár egy embernek is, és akkor ki tudod zárni a negatívumokat. Nyilván, hogyha egy építőkritika jön, abból lehet tanulni. Volt egy videóm, ahol még borzasztó volt itt ebben a stúdióban a hang, mint egy Bermuda háromszög, és írta a csávó, hogy nézhetetlen, illetve hallgathatatlan, mert annyira rossz. Igaza volt. És azt a kommentet, egy trollszerű negatív hangvételű kommentet át tudtam úgy alakítani, mert kapcsolatot tartok veled, veletek, és folyamatos ahogy upgrade-eltem a hangomat, hogy láttok itt különböző hangszivacsokat, basszuscsapdákat, mindig belinkeltem a videót arra a kommentre visszamenőleg, és írta a srác, hogy amúgy ő elég ért a hangtechnikához, és tessék, ide lehetett jutni. Maradunk az élményeknél, a következő ajándék egy Boeing 737-esnek a szimulátoros vezetése, ez is az élménypláza jó voltából, hogyha szeretnél szimulátorral vezetni, tanulni egy repülőgépet, kommentbe írd be, és persze kövesd is az élményplázát. Következő. Hát már nagyon rég nem csináltam ilyen bejelentkezést, viszont most úgy érzem, hogy pótlom ezt. 2018 április 23 van, és 1352 feliratkozom van. Én tényleg nem tudom, hogy az 1000 óta, ami kb. Majdnem, hogy napra pontosan egy hónapja volt, hogyan jött 350, de nagyon-nagyon örülök, hogy ennyien gyűlünk, és van egy kis remény bennem, hogy ennek van értelmet csinálni, és most éppen jó kedvem van, mert rengeteg villámkérdés jött össze kb. A múlt héten, ezen a héten, és még egyel a jövő héten, ami jövő hét majka lesz, leforgatok 6 vagy 7 villámkérdéseket, ami kb. Így 3 hónappal előre elég lesz. Mellette vannak együttműködéseim, az Artwork-el, fotós ilyen pályázatot fogunk csinálni, a Vistával utazás kapcsán tudok együttműködni, támogat a Kempinski, a Sennheiser, tehát vannak jó fejemberek, és van értelme csinálni, és látom, ahogy megy fel. Például a varsói vlogom, azt ide kirakom, hogyha még nem láttátok, az egyenlőre a legnézettebb ilyen sima klasszik vlogom, 6500-6700-on áll. És szerintem még amilyen kampányokat kitaláltunk, én úgy gondolom, hogy az nem hogy 10, de 20000 fölé is fog menni. Ez még nekem most nagy szám, lett most egy több mint egy perces bejelentkezés. A durva dolog, hogy még mindig nagy szám, hogyha több ezren nézik a videóimat, ugye most ilyen 3-4-5 ezer, néha 10 ezer szokott lenni, hát a majkás az nagyon berobbant, az tényleg egy olyan volt, és nem csak maga a villámkérdés, hanem arról csináltam egy vlogot is, és a majkás vlog nyilván a majka miatt azt is lehozta néhány tabloid, bulvár, magazin, ezek is jók, hogyha lenne, ha lehetnek olyan média partnerek, akikkel együttműködünk, és ők hoznak nagyon sok nézőt, nyilván a majka miatt, de abból meg, ha lehet, hogy még van olyan, akivel ott találkoztam, hogyha ott találkoztam veled először, akkor írd meg kommentbe, aki itt fog maradni, és már a te értéked, a te tartalmad miatt fog téged nézni. A következő ajándék ugyanúgy az élményplázától, ez viszont már nem szimulálás, ez egy siklóernyős repülés, konkrétan siklóernyővel nyilván tandembe valaki vinni fog, hát ez is jól a félelmekkel való szembenézés. Ha érdekel, tudod, hogy mi a dolgod. 2018. július 4-e van, amerikai függetlenségi nem nyilatkozat, hanem ennek az ünnepének a napja, remélem jól mondom. 2017 feliratkozom, tehát a 2000-et átléptem, igazából ennyi. Július 10, 2088 feliratkozó, már éppen megy a foci VB-n a francia-belga negyeddöntő,
Most átvettük random villámkérdéseket Mérő Lászlóval. Szerintem hang az nagyon rossz lett, de már úgyis kint van, mire ez kimegy, úgyhogy kiderült. Van az a mondás, hogy long days, short years, vagy weeks, vagy bármi, tehát hogy annyira tartalmasak mostanában a napom, és csak jó hangulatom is van tőle, de aztán meg nagyon pörög és megy az idő. Reméljük, hamar eljutunk majd a 10K-ig, hogy ez kimehessem. Még annyi erről, hogy miként lehetett Mérő Lászlóval ez a villámkérdések. Elhívott a Piac és Profit főszerkesztő, és nagyon hálás vagyok neki, hogy egy sakk játszmájukra be tudtam csatlakozni, és utána szóba jött, hogy akkor villámkérdések. Említettem néhány kérdést, és nagyon-nagyon-nagyon lenézte őket a Mérő László, hogy általános, nem felkészült, bagatelizál, minden-minden probléma volt vele. Aztán Karesznak köszönhetően visszatudtuk hozni a Szizut, és egy baromi jó beszélgetés lett belőle, még azokból is, még azokra a kérdésekre is, amit baromira utált, jó válaszokat adott. Lepettől vagyok így feldobva, de miért köhögök? Hát itt borzasztó lett a hang Mérő Lászlóval, de ha van egy lehetőség, meg kell ragadni, és még akkor is, hogyha valami nem lesz tökéletes, mert menni kell előre, és yes man-nek kell lenni. Nyilván nem örült módjára, hanem átgondoltan, stratégiában, fókuszálva. Szolgálja az a célodat? Ha igen, akkor is, hogyha vannak akadályok, hogyha valami nem egyszerű, vagy rosszul fog esni, akkor is bele kell menni. Az utolsó élményplázás ajánlat az egy Dodge, egy ilyen brutál amerikai erőautónak, egy Challengernek a vezetése, egy olyan 10-20 percet lehet vele csapatni, hogyha imádod az adrenalint és imádsz vezetni, akkor ez neked való. Kommentbe írd le, hogy miért lenne neked ez egy meghatározó élmény, vagy küld el valakinek, aki az lenne, és ő írja be, hogy valakinek ezt oda tudjam adni. Na, ugorjunk! 2018. július 31-e van, kettőre vagyok, ez a kettő, a 2200 feliratkozott, és nagyon izgalmas ez a hét, több vlog együttműködés jön össze, és most először fogom tudni, és most lesz az első magyar tesztje a DJI Ronin S-nek, amit én tudok kirakni. Ott a doboza, és figyeljétek, most nyomom meg a publish gombot. Ez az egyik legjobb érzés. 2018 decembere van, és 3013 feliratkozón van. Most van először az, hogy egy nagyobb együttműködés van a csatornámban, konkrétan a KNTH-val működünk együtt, interjút is csinálok. Hát ez nagyon izgalmas, úgyhogy meglátjuk, hogy mit fog hozni a csatorna életébe. Én remélem, hogy ettől egy jó növekedés lesz. Kiderül. Hú, ez egy érdekes kettő bejelentkezés is volt, és innentől amúgy sokkal ritkábban fogok valahogy az elején többször tetszett az, hogy ilyen kis bejelentkezéseket csináltam, úgyhogy innen már egy ilyen fél óra után gyorsulni fog a videó. Nem. Az egyik, hogy azt hittem, hogy ha valamilyen eszközt én mutathatok be az országban először, akkor az majd mennyire jó lesz. Azután, hogy kiraktam rá egy héttel vagy kettővel, Magyar Orsi Csaba is bemutatta a Roninást, ez egy nagyon jó ilyen gimbal stabilizátor kamerának. Hát nyilván az ő videóját több tízezren, százezren megnézték, az enyémet pár ezren. De ezek nagyon jók, és pont most látom jó pár évvel rá, hogy ennyiféle márkával együttműködhetek, és ennek köszönhetően tényleg értéket tudok adni, még akkor is, ha nem nézik meg százezren, de aki te nézed, és pont azért eldöntöd, hogy mondjuk szükséged van egy ilyen fényre, vagy egy ilyen mikrofonra, és nem azt veszed, amit gondoltál, hanem valamit tudtam segíteni, vagy ha megnézed a bíróljaimat, és megmutatom, hogy hogy editálom, hogy építettem fel, és ez segít neked is fejlődni. Nem konkurenciát látok benne, hanem örülök, hogyha valami extrát tudtam adni. Nekem ez csak arról szól. És ugye a másik videó, ami rá egy fél évvel 3000 feliratkozónál történt, hát igen, a csatornám életében több mint másfél évet kellett addig várni, hogy egy igazi nagy együttműködésem legyen egy bankkal, a KNTH-val. Nagyon jól sikerült, szuper élmény volt, és nyilván ott büdzsé is volt, meg volt hirdetve, de azokat a videókat 20-30-40 ezeren néztétek meg, és mai napig az a tartalom,
mivel én ugye nem egy hírcsatorna vagyok, nem egy aktuál valamivel foglalkozok, mai napig értékálló, hogyha érdekel, hogy hogyan valósíts meg egy ötletet, hogyan lép túl a kudarcaidon, hogyan csinálj egy business model canvas, ha nem tudod mi az, de érdekel, nézd meg azt a videót, akkor van értelme ennek az egésznek csinálni, és így több év távlatából ez ugye 3 éve volt, de mai napig tartom, hogy valid az a videó, és hálás vagyok, hogy a KNTH-val dolgozhattam együtt. A mostani ajándékot sem tudom bemutatni, az új kedvenc top állványmárkám a Benro, és neki a MiFoto almárkája egy nagyon király, könnyű, kompakt, de mégis iszonyatosan stabil utazó állvány, hogyha sokat jársz természetbe, vagy street fotót csinálsz, vagy nem szeretnél 100 000-es állványokat venni, jó, ezt nyilván most ajándékba kapod, de hogyha mondjuk nem pont te kapod meg, akkor a MiFoto az egyik legjobb választás, amit tudok ajánlani, és a Nikának köszönhetően ebből ide berakom a képét, ezt felajánlhatom valakinek, úgyhogy kommentbe írd le, hogy miért ezt szeretnéd, és miért használnád ki nagyon, miért az a legjobb, hogyha te kapod meg, és mindenféleképpen a Nikát is, Studio Line, kövesd be. Ugorjunk még egyet, azt hiszem egy ilyen fél évet fogunk ugrani. 2019. szeptember 23 van, és 6010 feliratkozón van, ami azért érdekes, mert hát az elmúlt fél évben nem igazán tettem ki videókat. Az év elején, hogyha azóta követsz, láthattál néhány utazós videót Londonból, meg Izraelből, illetve egy visszaemlékezést, ami egy tavalyi, majdnem egy évvel ezelőtti utazás volt. Az elmondja azt, hogy miért nem vlogoltam, vagy videóztam mostanában ennyit. De ehhez képest érdekes, hogy szinte duplázódott a feliratkozói számom. Felteszem, hogy ez annak köszönhető, hogy villámkérdések jelentek meg, amik voltak, azok ugye nem időhöz kötöttek, és azok folyamatosan hozták a nézettséget és a kvázi feliratkozásokat. Remélem, hogy jobban fogom ezt most a következő időben tolni, mert attól még élvezem, meg hát ott van az út a 10 000-ig. Hát igen, több mint fél év telt el. 2019 egy nagyon nehéz év volt nekem. Elvesztettem mind a munkában, a magánéletben is a lelkesedésemet, és ez meglátszott a videókban is, hogy alig raktam ki ezeken az utazós videókon kívül. De azért csináltam ezt a bejelentkezést. Nagyon érdekes így visszanézni, hogy ez milyen volt, milyen érzés. Igen, akkor is, hogyha van egy ilyen könyvem, ami a produktivitásról, lifehackekről szól, akkor is van, hogy az ember így elengedi a dolgokat és elveszti a lelkesedését. Nem mondom, hogy mindig, de van az a pont, nekem ez egy ilyen pont volt, amikor el kell engedni, hagyni, és tessék, most itt vagyok, akkor volt 6000 feliratkozom, az is mennyivel régebben, de érdekes amúgy, hogy fél év távlatában duplájára nőtt, ahogy mondtam, ugye a örökzöld tartalmak, ez is egy fő üzenete a videónak, annak köszönhetően. De most így rá, megint jó pár év távlatából vissza fog jönni a lelkesedés. És ha már lelkesedés, hát ez az egyik nagyon király ajándék. Austrian Audio-nak ez egy elég profi, belépőszintű, de nagyon profi stúdió fejhallgató. Olyan, mint a Mackie, mind a kettő nagyon király, hogyha ez a dizájn és ez a márka érdekel, egy nagyon exkluzív, különleges márkáról van amúgy szó, és egy ilyen fejhallgatót úgy érzed, hogy ki tudnál használni, akkor kommentbe írd meg nekem, hogy miért neked lenne a legjobb, hogyha ezt megkapnád. És most ugorjunk, megint egy ilyen fél évet fogunk menni, amikor egy utazásom következett, hogyha tudod, hogy mi az az utazás, mert most ki fog derülni, de kommentbe írd, hogy azokat már nézted, vagy pótold be. November 24-e van, és ma megy ki a 100. vlogom. Annyira durva, hogy ezt elértük, nagyon sok tapasztalás. 6730 feliratkozom van, és pont most néztem egy csatornát, ami idén baromi durván felfutott, és most már 130 000 feliratkozója van. Kemény érzés. Tovább fogom folytatni, ilyen izgalmas, és láthatjátok, hogy ez már egy másik kameráról van. 2016. december 6-a van, 6800 feliratkozót átléptem.
és ma összetörtem az egy hete vásárolt Mavic 2 Pro-m. Egyre jobban érzem azt, hogy szeretnék tartalomgyártással mind-mind vlogger, mind pedig szakmai oldalról foglalkozni. Azért is ruházok be Mavic 2 Pro-ra, most is ezt egy Sony A7-3-ról veszem fel, világít, hogy ilyen tök jó világításom van, az Aputure-nek a tök jó MC világítása, fogyóeszköz, kecire fáj, több mint 400 000 forint, megyünk tovább, még keményebben kell dolgozni. Az az idézet jutott eszembe, hogy mutass nekem egy sikeres embert, akinek nincsen kudarca, és amúgy meg Dunát lehet rekeszteni azokkal a sikertelen emberekkel, akiknek valóban nincsen kudarca. Csak kudarcokon keresztül lehet menni, hogyha nyilván nagyon vigyázunk az eszközökre, és bármelyik eszköz, hogyha hozzád kerül, vagy van már eszközparkod, bármi, nem csak fotózás, videózásban. Fogyóeszköz, ne kiméljük, ne mondjuk azt, hogy nem használjuk valamire csak azért, mert vigyáznak önkre, akkor inkább kössünk egy biztosítást. Mert megtörténik. Amikor ez a drónozás történt, és úgy, hogy rá pár nappal utaztam el, akkor 2 éve volt már drónom, soha semmi bajom nem volt, megvettem az új Mavic 2 Pro-t, és tényleg pár naposan crasheltem egyet, és vettem egy másikat. Shit happens, megyünk tovább, és ahogy a videóban is mondtam, itt az élő példa, hogy tovább csináltam, tényleg imádom ezt az egészet, és még emelem a szintet, már csak azzal is, hogy imádom mai napig azt a kis Aputure MC fény, de hát már kicsit túl vagyok azon is. Következő. Ja, de hogy következő? Hát elfelejtettem, hogy hol is van. Itt van. Ez a videóm se jött ki, ez az Obzotnak a Mi nevű kis eszköze. Egy olyan telefontartó, amiben itt van egy kamera és egy mesterséges intelligencia benne, ami követ. Tehát igazából egy olyan telefontartó, ami követ téged. Tehát ha mondjuk te tartasz online edzéseket, most főleg így Covid alatt, vagy bármilyen kolba, vagy akár csak oktatást tartasz, és mész ide-oda, ez követni fog téged, és nagyon jól is csinálja. Úgyhogy ha ezt valamire ki tudnád használni, akkor mindenféleképpen kommentbe írd meg, hogy miért te lennél a legjobb erre, hogyha ezt megkapnád. És most ugorjunk az utazás utánra, ugye Balin utaztam amúgy, annak is a linkjeit beteszem, szerintem király vlogok lettek, és tényleg már egy másik kamerán volt. Menjünk át egy évet. Úgyis mindjárt szilveszter, ez pár évvel ezelőtti szilveszter. 2020. január 5-e van, és ez azért egy nagyon különleges nap, mert ma egy éves Siri, közel 9000-en vagyunk már a csatornán, még 1000 és már ez a videó élőbe fog menni. Egy nagyon kellemes téli nap, háttérben pedig játszanak a kutyák. Hát durva így, hogy most 2 éve van az, hogy elértem az 1000-et, és mennyire lassú volt az utolsó 1000, de azért idén bepörgött nyilván ennek a sok tartalomnak és stratégiának köszönhetően, amit csinálok. És akkor már megvolt Siri, a kutyám, az 19-nek tényleg a legjobb döntése van, erről is van videóm. A like gomb alatt, amit amúgy nyom be, hogyha eddig nem tetted volna meg, hogy növeld az esélyed, és egy köszönet nyilvánításként. Tényleg, hogyha még mindig nézed a videót, a like gombbal fejezd ki, kérlek, hogy van értelme annak, amit csinálok, tényleg nagyon megköszönném. Szóval a következő ajándékot pedig a Budapest Makery, ami tette fel, ajánlotta fel, ami egy olyan étkezés, ahol te főzöd meg magadnak a kaját, nyilván elő van készítve, segítenek is, egy nagyon jó élmény csapatépítőre, randira, családdal, sokkal jobb, mint hogyha csak beülni. Vagy nem sokkal jobb, hanem különlegesebb néha egy ilyenre, amikor csak nem csak beülünk egy étterembe, hanem mi készítjük el a kajánkat. Velük is van egy együttműködésem, több videót is csináltam nekik, erről még a BTS vlog nem jött ki, de berakok ide egy kis videót, hogy lásd, hogy mi az. Ez jövőre jön, úgyhogy ha érdekel, hogy ezt hogy készítettem el, akkor mindenféleképpen feliratkozás és a csengőgombot is nyom be. Úgyhogy ha a Makery-be el szeretnél menni, írd le kommentbe, hogy miért lenne neked ez különleges, és nagyon fontos, hogy őket is természetesen kövesd be. Ugorjunk egy nagyot, tehát itt is kimaradt egy kis idő, de jöjjön a bejelentkezés. Amúgy már innen, amikor ide költöztem be másfél évvel ezelőtt. 2020. szeptember 15-e van,
Hát elég rég csináltam ilyen videót, igazából kb. Egy éve, és most 7438 feliratkozónál járok, ami az a durva, hogy tényleg alig posztoltam videókat az elmúlt egy évben, de mégis volt egy olyan organikus növekedés, szerintem ez azért van, mert nyilván vannak olyan tartalmaim, főleg a villámkérdések, amik ugye időtállóak, bármikor meg lehet nézni. Viszont ez az első bejelentkezésem, kvázi erről a helyről, ugyanis új lakás, egy kis stúdió, home office stúdió részt alakítok ki, illetve hogyha már követsz egy ideje, te már láttad ezt a helyszínt, meg biztos más lesz később, ahogy alakul, de effektíve ez, hogy a 10.000-ig vezető útnál ez az első videó, amit itt veszek fel. És most érzek is egy új erőt igazából. Maga ez a hely, ez a kis szoba, egy barátommal Gáborral festettük le, tökre mozgat, illetve egy óriási mérföldkövem van, ugyanis több éves munka után egy óriási álmom valósul meg, ugyanis a HVG kiadja egy könyvemet, Válj valóra a címe, és produktivitás, én márka, lifehack-ekről szól, és a csatorna életében, meg az én életemben először napi vlogolok, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a vlog hogy fog alakulni, amúgy a hajamért elnézést így egész napos pakolás után. Szóval kíváncsi vagyok nagyon, hogy mit fog adni. Sokat veszek fel előre, amúgy a könyvnek ilyen 35-6 fejezete van, és mindegyik napi vlog egy fejezet, de lesznek olyan napi vlog, ahol csak fél fejezet, mert mondjuk hosszabb a fejezet. Úgyhogy egy olyan 2-3 hónapig minden hétköznap szeretném kirakni, fogom csinálni, kíváncsi, hogy az algoritmusnak hogy tetszik, nektek hogy tetszik. Úgyhogy most itt tartunk. Így nézve a videót, tényleg annyira durva, hogy mennyire fejlődik és alakult, mint hogy honnan veszem, milyen szögből, mi legyen itt, csak a kis túbokkal akár, a berendezett hátsó dizájnnal, a fényeimmel, imádom tényleg az egészet, és amúgy januárban jön egy új stúdió, office, home office túrom, ahol nagyon sok okos eszközt mutatok be, úgyhogy nyilván, hogyha mondjuk nem szeretnél ajándékot kapni, de érdekel az a tartalom, akkor kérlek, kövess be. És hát eljutottunk majdnem a könyvig, de a könyvhöz kapcsolódik, ugyanis hát igen, ez a napi vlogolás egy nagyon érdekes dolog volt, kíváncsi voltam, ez a Casey Neistat style, az mennyire működik, azért 3 hónap, az nagyon sokat adhat a YouTube algoritmusnak. Nőttünk, ezt majd mindjárt el fogom mondani a visszaemlékezésben, úgyhogy nem is tízelem le. De most azóta, ami megvalósult, hát ugye a könyvnek egy része az én márkáról szól, és van is egy én márkás képzésem, amit nagyon pozitív visszajelzésekkel, több tucattan végeztetek el, nyilván több százan, hogyha az offline-t is belevesszük, de az online képzést, és ezt szeretném most én felajánlani, ez tőlem egy ajándék, mert a többi is tőlem, de ez az én termékem is, úgyhogy ha az én márkában szeretnéd fejleszteni magad, mert mindenkinek van, az, aki azt mondja, hogy neki nincs, vagy nem érdekli, róla is van egy alkotott kép, és sokkal jobb szerintem a narratívát kontrollálni egy autentikus módon. Na erről van szó, 50.000 forint amúgy az értéke, úgyhogy ha szeretnéd ezt a képzést, kommentbe írd le, hogy miért neked a legjobb, hogyha kapod. De amúgy nem csak ilyen képzésem van, de erről egy picit később. 2021. február 12-e van, mindjárt Valentin nap, és 8763-an vagyunk. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem váltotta be úgy a reményét a napi vlogok, bár nagyjából 1500-zal többen vagyunk, ami jó érzés, de azt hittem, hogy lehet, hogy vagy reménykedtem, hogy egy hockey stick alakul, vagy egy olyan valamilyen jelenség lesz, hát nem lett. Szóval nagyon szépen alakul a stúdió, és egyértelműen egyre lelkesebb vagyok, tényleg ez egy maraton, és hát nincs annyira jó idő, de menjünk ki a teraszra. Kimegy Siri is. Nos, hát azt látom, hogy az előző bejelentkezésem, ami volt néhány hónapja, ugye akkor voltam úgy, hogy belekezdek a videózásba, mint egy üzlet és szolgáltatás, és ilyen szempontból nagyon jó volt az előző év, mert a kezdeti startup költség, befektetési költségeket visszatudtam hozni, és ez egyértelmű indikátor annak, hogy ezt van
értelme folytatni, és fogom is folytatni, és csinálom. A másik nagy tanulság, hogy ha bár kamera lentség tekintetében nagyon jó minőséget, tényleg a árértékben a legjobbat határoztam meg, de vettem olyan állványokat, vagy most is ugye a Rode Wireless Go, ami egy nagyon jó, de mégis van ennél sokkal jobb is minőség, amit meg lehet venni mondjuk mikrofonba, fényekbe, és az egy tanulság, hogy nem szabad ezeken spórolni, ezek rengeteget számítanak, és mindenféleképpen értelme van annak, hogy hát ez az olcsó húsnak híg a leve. Tényleg hosszú távon megtérülő, és itt igaz, hogy a drágább az olcsóbb. Úgyhogy ebben az évben még több ügyfél, még jobban fejlesztem magam szakmailag, és meglátjuk, hova fut ez az egész. Hát igen, ez is egy vállalkozás, és egy vállalkozásnak vannak startup költségei, már több mint egy éve foglalkozom videózással, nem csak YouTube szinten, hanem mint szolgáltatás, és igen, az volt az első indikátor, hát egy majdnem 2 milliós gépet, az A7S3-at, de hát, hogyha belekalkoljak az objektíveket, kiegészítőket, tényleg jó pár milliós szetről van, szóval nagyon sok pénz, és az egy indikátor volt, hogy pár hónap alatt ez visszajött. És azóta is imádom, bár képzeld el, hogy volt nyáron egy mélyrepülés, ahol 2 hónap alatt nem kerestem annyit, mint az előző hónapokban, akár 1 hónap alatt, de szépen a partner együttműködésekkel, és mind a termékek kapcsán, mind pedig amilyen videókat csinálok, nagyon szépen alakul, és egyre jobban imádom meg ezt a teret is, de hát azt is érzem, hogy majd egyszer, hogyha innen elmegyek már, már nagyon jó, hogy itt kezdtem el csinálni ezeket, mert tudom, hogy mire lenne szükségem, és ami következő tér lesz, egy nagy stúdióalkotó tér, talán jövőre, meglátjuk. Hát ott az nagyon next level lesz. Amit mondtam, ugye, hogy nem csak a personal branding képzésen van, hanem produktivitás is, ami amúgy a könyvnek a másik nagy fejezete, hogy hogyan növeljük a hatékonyságot, hogyan tudjuk rávenni magunkat arra, hogy amihez nincs kedvünk, vagy megtalálni egyáltalán a céljainkat, és hogy hozzuk ki magunkból a maximumot jó kedvel, lazán. Erről szól a produktivitás képzés, ami ugyanúgy 50 000 forint, hogyha úgy érzed, hogy ezen a területen lenne mit fejlődni, akkor írd meg nekem kommentbe, és hogy miért lenne rá szükséged. 2021 nyár, augusztus 10-e van, 9343 feliratkozóval már benne vagyunk a finishben, kevesebb mint 1000 feliratkozó a 10 000-ig, és nagyjából ugye olyan fél éve volt az első ilyen visszaemlékezésem, és ez alapján azt tudom mondani, hogy bejött, vagy alakul legalábbis, mindenféleképpen folytatni szeretném azt, hogy én mint egy videós szolgáltató vagyok. Persze még keresem az úgynevezett sweet spotot, tehát hogy pontosan mi az én egyedi kategóriám, hogyha mondjuk láttad vagy részt vettél a personal branding képzésemen, van egy ingyenes verziója, nem is itt fent, hanem link a like-omba alatt, amit nyom be a leírásba, viszont van erről egy napi vlogom is, azt itt meg tudod nézni. Ott beszélek a kategória törvényéről, hogy mi az, amivel te meg tudod teremteni a te saját egyediségedet, és itt én úgy érzem, hogy volt marketingesként, 10x év tapasztalattal, vállalkozóként találtam egy olyan szögletet, hogy egyrészt ugye vannak a nagy produkciós cégek, amik tévés reklámfilmeket csinálnak, és persze vannak a freelancerek, akik mondjuk a marketinghez annyira nem értenek, nem látják a YouTube algoritmusát, de nagyon jó videókat tudnak készíteni, és persze ott vannak az influencerek is, akik értenek a YouTube-hoz és a videózáshoz, viszont nagy a csatornájuk, nem fognak azzal foglalkozni, hogy ők készítsenek másoknak tartalmat. A freelancerek azt a marketing tudást nem tudják behozni, a produkciós cégeknek meg ugye túl kicsi lehet mondjuk az a vonal, amiben én szeretnék lenni. Ezt igyekszem minél jobban kiaknázni, illetve ott van a második oldala is, vagy a másik oldala, hogy közben úgy, hogy a nyár egy picit laposabb volt megbízásilag, valahogy eszembe jutott, hogy miért ne működjek együtt olyan nagy nemzetközi márkákkal, amiket látok a youtubereknél, kreatoroknál, mint Peter McKinnon, Peter Lindgren, Daniel Schiffer, Austin Paul, és még sorolhatnám, és
A legnagyobb meglepetésemre, ahogy elkezdtem megkeresni a márkákat, elővettem a szélszes vénámat, és LinkedIn-en írtam, a szájtjukon, Facebookon, Instagramon, és egyre jobban alakul, úgyhogy ezt is egy nagyon izgalmas, és amúgy lehet, hogy egy üzleti szolgáltatási lábként is már számítható valaminek építhetem fel, és hát haladunk a 10 000-ig. Izgalmas. Itt szerintem elég jól összefoglaltam mindent, és egy izgalmas időszak volt ez a nyár is, és a ezres finis. Nem gondoltam, hogy fél év kelleni fog hozzá, főleg ilyen videókkal, de úgy látszik, hogy most jött el. Örülök tényleg neki, és eljutottunk a könyvemig, aminek a napi vlogja volt, vagy a könyvemhez, ami egy óriási bakancslistás álom volt, úgy, hogy nem is terveztem. Ez tényleg annyi, amit örültem volna, hogyha amikor tudatosabban elkezdtem építeni a magam, karrierem, magánéletben is, ez így a rendelkezésemre állt volna, ami amúgy a jegyzeteimnek a top részei, amit tanultam különböző helyekbe, helyzetekbe, és utána pedig nagyon szépen a HVG-sekkel együtt másfél év alatt átírtuk. Akik olvasták, nagyon pozitívakat írtak. Én nagyon ajánlom, hogy válaszd ezt. Nyilván nem a legdrágább, vannak itt akár 100 000-es értékű dolgok, de ugye Roosevelt mondta, hogy a legjobb dolog, amibe fektethetünk, a saját magunk, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan dolog. Úgyhogy ha érzed, hogy egy ilyen használna neked, akkor kommentbe kérlek, írd meg. Hát kevesebb, mint 100 van hátra. Szerintem minden még nem is jelentkeztem be, nem nagyon foglalkoztam azzal, hogy így beszélgessünk és update-eljem a 10 000-ig tartó utat, de hát most itt vagyok a finish vonalba, éppen most 2021. november 23-án 9930-on állunk. Hát nyilván azt hittem, hogy az exponenciális lesz és sokkal tovább tart. Idén 2021-ben ugye azt az új irányt tettem a csatornám életébe, hogy sokkal inkább a kreátori vonal, videózás, ehhez lévő eszközök, hogy én hogyan forgatok, tutoriálok, ilyen behind the scenes-es vlogok. Itt is nagyon nehéz az interakció, nem tudom, hogy engem nem szeret a YouTube algoritmus, vagy miért nincs egy olyan interakció, pont amúgy most volt egy nagyon furcsa hívásom, ami egy nagyon jó dolog ebben az évben, hogy rengeteg partnerrel működhetek együtt, nemzetközi szinten, sokkal az itthoni disztribútorával is, és fantasztikus emberek, nagyon jó együttműködés, jó azt tapasztalni, hogy a csatornámba és abba a minőségbe látnak fantáziát, amit én képviselek. Ehhez képest nincs olyan organikus elérés, nincsen komment, nincs interakció, pár Instagram DM-et kapok tőletek, de nehéz ezt átélni, de ugyanakkor meg jó látni, hogy üzletileg is, még egy ilyen szinten is, 10 000 alatt is tudok valamit csinálni bele, de olyan jó lenne, hogyha egy közösség még erősebben alakulna ki, és aki itt vagy, és ezt nézed, nagyon köszönöm, hogy legalább ennyien vagyunk. De hát amikor elindítottam, ha jól emlékszem, 2017-ben a csatornát, és elérkeztem 2018-ban valamikor az 1000-hez, azt hittem, hogy jóval hamarabb, még abban az évben fog jönni a 10 000, na most itt vagyok, mennyi? 3-4 évvel később, és valamikor majd most fogom elérni. Persze ennek is nagyon örülök, remélem mostantól exponenciális lesz. Na jó, ennyit erről. És vége. Mondtam, hogy hosszú videó, ugye? Hogyha itt vagy, és tényleg egy ilyen visszaemlékezést végignéztél, hát respekt, ez már egy több jó barátok rész, meg egy filmnek a fele, meg beszélgethettél volna a pároddal, barátaiddal, elmehettél volna edzeni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, hogy osztozol valamilyen szinten ebben az utamban, és hogy hát, ha egy kicsit, egy minimálisat is, egy gondolattal, egy bemutatással, valamivel hozzá tudok járulni az életedhez. Én ezért csinálom, tényleg, azt szokták mondani, hogy csináld azt, amit szeretsz, és egy napot sem kell dolgoznod az életben. Én így érzem. Ez nekem nem munka.
mert nyilván a YouTube az egy hobbi, akkor is, ha van bevétel, és most már egyre inkább lehet munka is, meg a videózás, meg a branding. Én ebben érzem azt, hogy értéket tudok adni, és köszönöm szépen, hogy itt vagy, hogy itt vagytok, hogy én itt lehetek, mert nyilván nélkületek nem lehetnék itt, és ezt mindenki elmondja, de ez így van, ez autentikus. Nem szabad elszállni, én nagyon nem szeretem azokat az embereket, akik ha valamit elérnek, akkor már nem tudom minek képzelik magukat. Szerencsém van, ugye értem Amerikában olyanokat ismerni, akik akár dollárban is több százmilliókban, tehát simán milliárdos kategória, befolyásos emberek. És én azokra tudok a leginkább felnézni, akik minél nagyobbak, annál szerényebbek, és annál többet adnak vissza. Én az ő példájukat szeretném követni, és ez is várható a csatornámon, a rengeteg izgalmas, még termék, bemutató tippek, trükkök, miket érdemes, behind the scenes-ek, jönnek újra beszélgetések, villámkérdések, úgyhogy izgalmas időszak, hát abba bele sem merek gondolni, hogy mikor lesz plusz egy nulla, szerintem nem mondom, hogy soha, mert hát nyilván nem ezt vonzuk be, de hogy mikor érem el, de segíts abban, hogy elérjem, és nézd rendszeresen, oszd meg a videóim, kommenteld, mert a YouTube algoritmusnak az a jó, illetve a legjobb, hogyha rákattintasz a videó végén lévő kis videó ajánlás, úgyhogy ebben segíts nekem, és összefoglalásul rengeteg mindent kaphatsz ajándékba, írd meg kommentbe, mit szeretnél, miért azt szeretnéd, és miért neked a legjobb, hogyha ezt megkapod tőlem, tőlünk, valamint az adott, amit kiválasztottál, azt kövesd is be socialbe. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm, kellemes ünnepeket kívánok. Hát durva évek vannak mögöttünk, így vagy úgy, de ebből is pozitívat ki lehet hozni. Nekem van egy olyan érzésem, hogy 2022 az ilyen lesz. Nagyon-nagyon izgatott vagyok és várom, és remélem, hogy fogunk együtt ott találkozni. Köszönöm, köszönöm. Hello. Sziasztok. Köszönöm.